A trianoni békeszerződés aláírásának időpontjában 16 óra 30 perckor gondoltak meg az emlékezés harangjai Királyhalmon, ugyanúgy, ahogy több magyarországi és külhoni magyar lakta településen. Ezzel a magyar nemzet határokon átíveli egységét fejezték ki. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából több százan tették tiszteletüket a királyhalmi szemhésén. Ahogy Mindszenty bíboros mondta, ha 1 millió magyar imádkozik együtt, akkor elpusztíthatatlanná válik, és újra megújul lelkében. Június 4-e 2010-ig gyásznapként élt a magyar nemzet szívében. Annak érdekében, hogy a gyász és a fájdalom helyébe az öröm kerüljön, a magyar országház ezt a napot a Nemzeti Összetartozás napjává nevezte ki. A magyar nemzet újraalkotta önmagát. Újra fogalmaztuk önmagunkhoz, a nemzethez való viszonyunkat, a nemzet fogalmához kapcsolódó elképzeléseinket. Pásztor István a VMS elnöke szerint az, hogy a magyar nemzet a több évtizedes meghurcoltatások ellenére is létezik és egységet alkot, a küszködő és vívódó nagyszülők és dédszülők érdeme. Azoké, akik ápolták és tanították a hagyományokat, és kitartásra nevelték gyermekeiket. Pásztor István a közös múltat jelent és jövőt jelképező almafáról is beszélt, amit tavaly ültettek el. Tavaly a Nemzeti Összetartozás napjára almafát kaptunk ajándékba. Emlékeznek, közösen ültettük el. Nem tudom, milyen fajtájú, de nagyon különös. A nemzet almafája. A határon átnyúló összetartozás érzésének erősítése érdekében egyszerre csendült fel Királyhalmon és Budapesten az összetartozás dala. A Nemzeti Összetartozás napja a magyar nemzet soha nem múló egységének ünnepe.